A mai videóban ismét pályákat fogunk építeni NGT Noellel, illetve Kissel, viszont az első pálya megépítésére csak 1 percünk, a másodikra 5 percünk, majd a harmadikra 10 percünk lesz, illetve ugye nemrég beérkeztek az új Mr. Beast-es tereptárgyak, úgyhogy a mai videóban csak ezeket a dolgokat használhatjuk, semmi más nem rakhatunk le, és így kell összehoznunk minél jobb pályákat az adott idő alatt. Na, készen álltok az első körre, srácok? Én nagyon-nagyon készen vagyok. Én a filmre készen állok, az megnyerem az egész összeset, tesó. Persze, fiam. Mint a múltkor, nem? Az enyém az... Tesó, azóta fejlődtem, ne aggódjál. Na figyelj, akkor 3, 2, 1, és onnantól kezdve indul, mehet is. Okés, mehet. Nagyon szép. Gyerünk, very good. Azon semmit nem képzeltem el, hogy mi a francot akarok csinálni, de gyorsan, egy perc az nagyon kevés, úgyhogy az alatt, úristen, de ezt minek rakok le ilyet? Ezt nem kell ilyen. Ja, tesó. Aj, nem tudom, mit ez akarok. Ez sem kell, jó, nem. Jó, ilyenek legyenek, ez amúgy 200-ikú, jó, ez nem rossz. Azt sem tudom, hogy oda lehet-e majd ugrani egyébként, mert kivihetőnek is kell lennie. Ajjaj. Hát igen. Jó, legyen oda. Nem lesz rohadtul kreatív, már fele idő eltelt, már több, mint a fele. Ilyeneket még így tegyünk ide, úgy. Tesó, mi legyen? Úgy. Jó, hát ez amúgy jobb, mint a semmi végül is. Valamit még jó, kéne. Szerintem. Viszont az idő lejárt, srácok. Jó. És akkor most meg kell próbálni kivinni. Oké, kivisszük. Hát mert az a baj, hogy ez ilyen szép. Újra kell próbálni 800-szor. Az enyém konkrétan még nehéz is lett, tesó. Viccem nektek ennyit, az enyém nagyon egyszerű lett. Enyém is, én már rég kivittem. Most csak a Noelre várunk. Tesó. Csak a szoki. Várj már, mert... 1 hour later. Hát ez így úristen, ilyen nehezet sikerült egy perc alatt összerakni. Nem, tesó, az eleje rohadt jó, meg amúgy tök jó akadályok vannak benne, sokkal jobb, mint a múltkor itt, tesó. Hát annál nehezebb lejjebb lőni. Ezt amúgy úgy kivágod, mint a szarmi. Persze, fiam. Ott is van a speciál! Mi van veled? Nem engedi publisholni most meg már. De eskü, meg. De mi a pályakészítés mesterfokon. No, nem akarsz ilyen izé kurzus tartani? Takarodj már! Most nézem ezen a fantasztikus órán, hogy már mennyi idő eltelt, amióta várunk rád, Noel. 2000 years later. Itt van az első pályám, srác. Ott nagyon, még nézzük ilyen Mr. Beast-es tábla, még olyan cél is van, még lézerek is vannak. És nagyon vigyázzatok, amúgy ez csak egy ember tudja egyszerre kivinni, mert eltűnnek a platformok, szóval ha leestek róla, az a Noel lesz, mert mi leestünk róla, és az eltűnnek, és nem jönnek vissza. Szóval ilyen nehéz ez a pálya, hogy csak egyszer lehet kivinni konkrétan. Igazából csak nem állítottad be. Nem, direkt beállítottam, hogy eltűnjenek. Azért, hogy minél nehezebb legyen. Ez szerintem teljesen rendben volt egy perc alatt. Ez amúgy az enyémhez hasonló, csak így meg. Jó, nem, leszek, de nem szerintem ez egy perc alatt egyébként teljesen rendben volt. Amúgy nem rossz. Nem rossz, de meglátjuk majd még az enyémet, a legjobbat. Na, Noelé, nézzük a Noelét, most már nagyon kíváncsi vagyok. Level 1. Atyami. És jó, azt vágod, hogy azok nem Mr. Beast-esek. Dehogy ne. Ja, Imádom, csak Mr. Beast-es dolgot rakhatunk le, erre fél óra alatt nagy nehezen kipublisol egy olyan pályát, amin minden akadály, ami csak rajta van, egyik sem Mr. Beast-es. Még jó, hogy a pénzek, a pénzek, azok Mr. Beast-esek legalább, de az meg nem akadály, tehát ez csak maga a platform, és van rajta két darab dolog, amiből szigorúan egyik sem Mr. Beast-es, tehát a Pali azért megint csak kitett magáért, hogy a legnagyobb hülyeséget megcsinálja, amit csak el lehet követni ebben a világban. Szar ez a pálya, tesó, mi ez a pénzen ugrálás, hagyjál már, nem? De nagyon idegesít. És valaki bement a célba. Na ki? Betrájátolta a Noel istene. Mit próbálgatjuk a pályát, erre betrájátolja a Pali. Tesó, már ott álltam a célnál fél órája. Még jó, tesó, fél órája, ezt a rohadt pályát viszed ki. Na jó, hát ez egy büdös szar volt szerintem az enyémhez képest. Hát Hunter, azért ismerős lesz neked szerintem az a pálya. Enyém a legjobb, srácok, miről beszélünk? Nem láttuk a kisét, de Noel már megmondja, hogy az övé a legjobb. Tiéhez képest sokkal jobb. Kisbe bízok, hogy talán ő még valami használatot. Azt, amin amúgy hülye. Hát az a végén a tüske, az ott kicsit furcsán néz ki. Ezt úgy akartam csinálni, hogy meg kelljen kerülni a cél, de akkor mondtad, hogy vége. És respawnol, szóval no para. Aha, itt viszont respawnolnak ezek szerint a blokkok. Itt respawnolnak a blokkok, de viszont ez a lézer, ez borzasztóan idegesítő, hogy így szembe jön. És őt kivittem, most nem tudom mi van. Várj, ezt figyeld. Aha, ezt figyeld. És elsőre kiviszem. Azt mondja, elsőre azt már ötödjére próbálkozik. Hát de nem lehet pont oda vetődni. Hát nem tudom, hogy vagytok vele, de én azt gondolnám, hogy az enyém volt a legjobb pálya az első körben. Akarolja!
Ez se rossz egyébként, csak igen. De én a tiédre szavazok, az biztos. Én a sajátomra nem szavazhatok, akkor én szavazok erre, hát inkább mint a Noelére. Na Noel? Hát szerintem egyébként a Hunteri az jobb volt. Hát akkor az első köt én nyertem, srácok. Gondoltam, hogy nem ez annyira vészes, hogy jól lépjünk ki szerintem is a francba. Gondoltam, hogy nem lesz annyira vészes ez a pálya, de azért nem gondoltam, hogy azzal megnyerem. És az 5 perc viszont komoly lesz nagyon. Na kíváncsi leszek 5 perc alatt mit sikerül összehozni, most már egy kicsit komolyabb pályákra számítok, még a Noel tőled is. Próbálkozok, maradjunk annyiba. Akkor 45-től indul, figyelj, 2, 1, és mehet is az 5 perc. Jó, na nézzük. Okosan. Várj. Na erre kíváncsi leszek. Itt már valami kicsit kreatívabbat kéne kitalálni, úgyhogy itt már azért van idő jobban átgondolni a dolgokat, talán kicsit jobban módosítani a pályát. Noel, arra figyelj, hogy Mr. Beast-es tárgyakat kellett tenni. Azt, tesszük, igen. Eddig is tudtál, Noel, csak nem azt rakott le. Itt már kicsit a dizájnra is érdemes figyelni, hogy jól is nézzen ki, jó is legyen, és ne legyen annyira nagyon nehéz sem, mert akkor felidegesíti az embert. De amúgy az se jó taktika, mert oké, vicces, hogyha ez, de hogyha nagyon nehéz, akkor meg fixen nem fogok rászavazni, már csak azért se. Igen, ezt mondom, hogy annyira nagyon nehezet nem érdemes. Ez így amúgy már alapból már egy tök jó alap, hogy ezek így itt vannak. Az, hogy most ez pontosan legyen, egyenes legyen, azt már a franc se tudja kimérni. Gyerünk. Nem lesz egyszerű azért a pálya, ne féljetek. Hát én még akkor első kezdtem magát a pályát, én még csak a dizájnt építem. Hát az komoly. Csak itt az ilyen lelátó, meg ilyeneket rakom. Lelátó. Ez a legfontosabb része. Ez nagyon kell, ez nagyon kell. Ez fontosabb, mint hogy bármi is legyen. Azt nagyon értékelni fogjuk. Azt remélem, hogy értékelni fogjátok, mert ott konkrétan. Hát eddig nagyon jó. Hát nem kéne ennyire bonyolultat, amit én most itt elkezdtem. Hát azt tesó, te bele ne bonyolódjál, mert akkor az holnapig várjuk, hogy izé kis mentsed a pályán. Igen, azért azt lehet, nem kéne. Egyszerű, de nagyszerű. Kevesebb, néha több. Hát ez jó kérdés, hogy pont oda át lehet-e majd ugrani egyikről a másikra, az a baj, ezt még ki is kéne próbálni. Már 3 perc eltelt. 3 perc? Már csak 2 perc van hátra. Ajaj. Hú, ez nem jó. Egyre fogy az idő, és egyelőre hát, még a... Elnének így az iskolába, tesó. Igen. Csak könyörgöm, koncentrálj arra, hogy ki lehessen vinni. Már az már nagyon nagy nagyon nagy plusz nálad. Ma rohadt élet. Egyelőre nem úgy hallatszik, mint hogyha egy kivihető pályát építik. Az a baj, az enyém, az nem szép. Az, de az mekkora hülye! Ha lerakok egy akadályt, az nem fér rá a pályára akkora. Fél perc van hátra, srácok, és még egyelőre, úristen, de hogy néz ki ez? De ez honnan lehet ennek a méretét állítani? Menjél már összébb! Ja, hogy... Ha hülye, hogy ez a max kicsisége. Két másodperc, srácok, hátra. Ez igazából sehova nem lő ez a Canon, de nem baj, azért itt van, az is jó. Én is inkább próbáltam a dizájnra meg könnyű akadályokra rámenni. A lényeg, hogy legyen kivihető, tesó, nálad már az is sokat jelent. Tesó, ez nagyon jó. Ez nagyon jó ez a pálya! Na nézzük meg, hogy 5 perc alatt mennyit sikerült összehozni, először kisnek a pályát fogjuk most megnézni. Atya úristen! Micsoda, és mi az a másik cél ott? Hülye! 2 cél van, tesó. Ez mekkora, hogy eléghajó az akadály? A lelátókat beloptam az elején. Lelátókat azért, de lerakta, igen, az elejére. De a léghajó az akadály, az óriási. Ajajajaj. Aha, ez amúgy eddig tök jó, teljesen jó, és két irányba lehet menni. Azokra a halálblokkokra biztos nem megyek, inkább ide a fújósra. Az nagy! De nem! Labdázni kellett volna. És megdöglök ott valamibe, tesó. Én itt ezt beadom, ezt a Mr. Beast-os, figyelj. Miért mennél arra, tesó? De hülyeség volt erre menni. Tesó, mindkettő cél. Ja, csak az egyikben rakott valami csapdát a pali. Mit rakott le? De meghalt! Mi a tököm? Tesó, itt várjál, itt valamit taktikázni kell, mert ott valami nagyon van. Egyenne. Jó, ezt amúgy szétadom, ez nem jutott volna eszembe magamtól, hogy ilyet lerakjak. Most kell az, hogy labdázni. Miért? Meg a labdával is elégtem, mint a büdös szar. Labdával is? Ne szórakozz. Persze. Na fia, akkor lehet a másik irányba kéne menni amúgy. Jó! Azt beugrik a célba, Noel. Az teljes halálzóna az egész, abba a célba nem lehet bemenni. Eskü, ez jó ötlet volt amúgy. Szerintem ez rendben volt, teljesen jó volt. Ja. Köszönöm szépen a szép szavakat. Jöjjön a Noel megint. Erről megint csak én. Legyen most már valamint szörnyűködni is, mert most az egy jó pálya volt. Ez nagyon rövid és nagyon könnyű lesz, de amúgy szerintem rendben. Nekem elindult, vagy nem nyomtad? Nekem is. Én nem, tesó. Mit csináltok? Mi már benn vagyunk, tesó. Akkor jó van. Mi ez a ketrec? Mi a tököm ez? Nézzük. Falak, de amúgy tök jó, nem? Jó, csak tesó, mi volt ott perc? Meg ez mi? Megint csak az, hogy le vannak hányva, néhány random blokkok. Jó, körbe van rakva egy ilyen izé, egyet.
ugye be van rakva. Mint azt adom, hogy így be van zárva, mert hát amúgy az... van is. Amúgy nem annyira vészes, ahhoz képest, hogy a Noel csinálta. Ha ez egy egyperces pálya lenne, azt mondanám, hogy egészen rendben van. Persze, tesó. A kisé szerintem jobb volt. Mi fog? Azért. De nem fog menni, mert ez egy szutyok szar. Jó. Szebasz. Let's go. Nem volt rossz amúgy egyáltalán. Na, így lehetett legalább így menni rajta. Nem rossz, nem rossz, de az enyém azért ez egy más szint. Tehát azért ez egy más szint már lesz. Szia, akkor hogy lássuk. És itt is van nekem az 5 perces pályám, az a lelátók ott figyelnek, meg hát azért ott vannak a... Ez is egy perces között. Nem egy perces, tess, ott van mindent. Van lelátó, van canon, vannak ugrálós, a parkour akadályok, nézd meg. Itt középen itt a csoki, csokis blokkok. De hogy jöttetek rá egyből, hogy a szélén kell bemenni? Én azt nem értem. Annyira egyértelmű. De mennyire kreatív, hogy középen ott amúgy lehet szenvedni, de ott nem lehet kivinni, hanem ki kell ide jönni, és 200 IQ-nak kell lenni, hogy itt bejöjj a célba. Szerintem a kisi a legjobb, az enyém a második legjobb, a tiéd a legszar. Na jó, akkor a második kört kis nyert a srácok, mert én meg Noel is rászavaztunk. Érkezett a 10 perces pálya. Csűha. Ellesztek tröv a föld felszínéről az... Jaj, mindjárt meglátjuk. Ennek valami kreatív nevet is kéne már adni. Akkor figyelj, 40-től indul. 3, 2, 1, és mehet is. Jó. 10 darab perc van. Hú. Na várjál, ez érdekes lesz. Na itt van, azért jó lenne minden akadályt legalább egyszer valahogy használni. 10 hát perc azért az bőven elég azért sok mindenre. Itt azért ne legyen annyira könnyű se, azért ki lehessen vinni. Nézen is ki jól, itt már azért mindenre érdemes odafigyelni. Jó. Nekem már van egy ötletem, hogy ez miért lesz ennyire jó. Hát az enyém az eddig zseniális. Hát egyen nem tudom, mi lesz ebből. Csak így csinálom, hogy ez így nagyjából jól néz ki, de... Nekem meg kamatoztatnom kell a tudásomat. Amúgy ezt már érdemes lenne így kipróbálgatni. És így közben, hogy... Ja, közben, azt érdemes amúgy. Azért meg kéne mutatnunk, hogy már múltkori videó óta azért fejlődtünk a pályaépítésbe azért egy pár hónap alatt. Noel ezt egyelőre nem bizonyította, de valahogy így kéne, hogy aha, ez rohadt jó. És lejárt az idő, srácok, hát sajnos be kell fejezni a munkánkat. De és még azt sem tudom, hogy amúgy kivihető-e egyáltalán, de reméljük. Na nézzük meg, mit hozott össze a Noel, srácok. Elképesztően kíváncsi vagyok, hogy 10 percet azért lesz, talán már sikerült valami értelmeset építenie. Csak a neve nem lesz értelmes, mert csak ezt én erre nem tehetek, mindent adtam meg. 10 perc a legjobb pálya, a mesternek a pályája. Mert olyan a szar volt, hogy lehet, hogy kellemetlenek érezte a játék, hogy legjobb pálya, meg ilyesmit az neki. Nézzük, tesó, figyelj. De tesó, mi olyan... Vége amúgy, ez már talán jobban néz ki, de ezek mik ezek az egyre növekvő jel? Ez az 5 percesre volt jó. Nem, jó volt. A vége fele még akár jó is lett, de ezek itt mik, tesó? Ez csak ilyen nagy ilyen propellerek, hát tesó, annyira nem a világ. Na jó, oké, akkor eddig szerintem van egy jó izén, van egy jó pontom talán. Igen, mi nekünk is van esélyünk, hogyha meglátjuk a Noel pályáját. Ez nem jó. Te vége, nincsen checkpoint, bro, nincsen checkpoint. Hogy nincsen. Ott azért lehet már a lézereknél. De úgy miért így dobál fel, mint valami izé? Ilyet még egy ilyen is van. Oh, és neki is eszébe jutott, de te leboxolom a francba. Easy, tesó. Easy, túl könnyű. Nem volt rossz egyébként, a vége az nem az. A srácok, ti is írjátok egyébként le. Igen, srácok, írjátok meg, hogy nektek minden egyes körben, hogy az 1 percnél, 5 percnél, 10 percnél kinek a pályája tetszik a legjobban. Kíváncsiak vagyunk a ti véleményetekre is. Na de 2 darab pálya még hátra van, nézzük is meg akkor az én 10 darab perces pályámat. Ott van Hunter's Paradise. Mi ez? Azt azért nem rossz, azért nem rossz, azért nem haragudjatok. Mert nézzétek meg majd az elején, itt nézd meg egyből, milyen kreatív akadállyal kell szembesülni, hogy konkrétan a labdákkal lehet így felpattanni konkrétan. Tehát ez azért eléggé kreatív. Hát hogy csináltál ekkora darálógépet? Az a darálógép az csak ott dísznek van, hogy nagyon veszélyes. Az oké. Jó, de szeretlek, hogy raktál checkpointot. És raktam egyébként oda, igen, hogy ne kelljen végig szenvedni az elejét újra. Jó, ez már plusz pont. No, ennek valamilyen nem tetszik. Hát jobb volt, mint a tiéd, tesó, már nem azért mondom. Nekem ez nem tetszik, nézzük a kisét. Na, nézzük viszont a kisét, most ez fogja eldönteni, hogy ki lesz a legjobb az utolsó körben, és akár az órámnak a sorsa is múlhat ezen az egy körön, hogy kire szavazunk most. Kíváncsi leszek a véleményetekre, mert az ilyen nagyon másabb. Azt a minden... Hülye, mi az ott az a doboz, vagy mi a tököm? És az egy ház, és az egy... Adon be tudsz menni. Hogy micsoda... De én meg elégtem, megkimentem a falnak, azt elégtem, tesó. Az hogy... Ezek a lézerek itt össze-vissza, tesó, mi az? Jézusom, mi ez? Lézer, trészer, tesó. Úristen. Ez amúgy nagyon komoly, de várjál, oda ki kéne ugrani a szélére. Mi a tököm? De oda még nem lehet kiugrani, azt hogy csináltad meg, hogy az ott olyan halálos legyen. Skillbox, tesó.
Majd ide gyertek ide az ajtóhoz, be lehet nézni ide ebbe az épületbe. Tesó, már jutunk oda egyáltalán. És tessék, itt nyílik az ajtó. Ez mikor volt? Már nincs bele semmi, azért azt tegyük hozzá. Hát cső, trombolinnal akartam tévedni. Amúgy így maradt az ajtó. Ja, nem maradt így az ajtó. Hoppá. Jaj, már Noel, már takarodjál. Tovább menni majd. Ah, jó, vissza is kerültünk az elejére, köszönjük szépen. Ott oldalt mik azok az oszlopok, azok csak díszek? Nem, tesó, azok ilyen izé, milyen szélmalmok lettek volna, nem volt már rá idő. Azt mondja, szélmalmok. Ez komoly amúgy. A drónok miért támadnak, tesó? Ezt mondom, mert nem is tudtam, hogy az tud támadni, azt hittem, hogy az csak ilyen dísz. Amúgy ez elég komoly ez a pálya, 10 perc alatt egyébként elég sok minden van rajta, meg sokféle akadály. Ja, azt lehet, hogy rohadtul nem is most csinálta. Amúgy. Ez mekkora lett volna, te hülye! Ez kreatív volt, ez jól ki lett találva. Enyém is jó volt egyébként. Szerintem amúgy ez most a kisé. Kisére mondod? Én a tiédre. Na jó, hát igazából, hogyha igazságos akarok lenni, akkor én is azt mondom, hogy a kisé volt a legjobb itt a harmadik körben. És ezzel a háromból két kört, hogy jól számolom, a kis nyert meg. GG, tesó, egy taps, egy Noel azért egy tapsot azért a kis azért. Is megérdemeltek azért, ezek tényleg ezek pályák voltak. Királyok voltak, viszont a mai videót a kis nyert, úgyhogy természetesen övé is a nyeremény. GG, gratulálunk neki. Írjátok meg, srácok, nyugodtan kommentbe, hogy szerintetek kinek a pályája lett az adott körökben a legjobbból, szavaztatok volna ti esetleg máshogy, mint ahogy mi, és nyugodtan írjatok tippeket például a Noelnek is, hogy hogyan tudna végre normális pályákat építeni esetleg a következő videóban. Ha szeretnétek még hasonló tartalmakat látni, profi az pedig mindenképp jelezzétek egy lájkot, így belemondj, hogy profi vagyok, vágod. Igaz, ami igaz. Na jó, vámosz, iratkozz fel, az cső, na csó. Így van, szavaztok, srácok! Vámosz, Juskut Hunter!